Idén is külön kérés nélkül elkészítette a személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A folyamat tehát automatikus, ami annyit jelent, hogy nem volt szükség külön igénylésre, és a kedvezményekre jogosító igazolásokat sem kellett beküldeni a hatósághoz. Fontos lehet az a kérdés, hogy mit érdemes, illetve mit kell tenni a tervezettel, mi az az eset, amikor mondjuk módosítani kell a tervezetet, tehát a leggyakoribb esetek. Most ilyen például, amikor valakinek tavaly volt olyan jövedelme, amiről az adóhivatalnak nincs tudomása, mert például ugye nem kapott róla adatszolgáltatást, ilyen lehet egy ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, ezzel a tervezetet ki kell egészíteni. Aztán például a kedvezmények, az adó kedvezmények érvényesítéséhez, hogyha valaki valaki évközben nem vette igénybe, akkor most egy összegben mondjuk szeretné ezt igényelni, akkor ezzel ugyancsak a tervezetet ki kell egészíteni. A tervezetet az adóhivatal május 2-áig postázta ki az igénylőknek, erre akkor került sor, ha hátralékuk, esetleg túlfizetésük volt. Úgy látja, hogy rendben van a tervezet, nem kell módosítani rajta semmit, viszont visszaigényelhető adója van, akkor az a teendője, hogy a kapott kiegészítő nyilatkozatot kell kitöltenie, ott jelölheti, hogy postán kéri vissza a pénzét, vagy pedig bankszámlaszámra, tehát ezt kitölti, aláírja és visszaküldi az adóhivatalhoz május 22-ig. Ilyenkor egyébként a kiutalás a beérkezéstől számított 30 napon belül történik meg. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1%-áról, papíron és online egyaránt. A lényeg, hogy az előbbiről szóló nyilatkozat május 22-ig megérkezzen a NAV-hoz.